csak határozottan zöld. Ez volt az a pillanat, amikor beindult a Berettyóújfalu falu határában megépült fél megawatt teljesítményű naperőmű. Január 19-én Muraközi István polgármester indította el a NordPoint Kft. 300 millió forintból megépített beruházását, melyhez pályázati forrásból 120 millió forint támogatást is nyertek. A jövőben kedvező időjárási körülmények esetén egy évben annyi energiát termel az erőmű, amennyi 240 háztartásnak elegendő. Azt gondolom, hogy egy polgármesternek bármilyen beruházásnak az átadásán jelen lenni egy különleges és örömteli alkalom. 3 évvel ezelőtt találkoztunk, amikor a beruházó cég a településrendezési tervnek egy övezeti besorolási átminősítését kérte tőlünk, és akkor onnantól kezdve ők is elindultak azon az úton, hogy megpályázták, elindították, és gyakorlatilag mostanra fordult termőre a vállalkozás egy 40%-os intenzitással. Tudták megvalósítani ezt a fél megavatnyi erőművet itt Berettyóújfalu határában, ami azt gondolom, hogy jobb időben sok mindenkinek fel fog tűnni, és egy üde színfolt lesz a város határában, mert valóban a világban járva kelve már találunk egy pár ilyen beruházást, de itt Berettyóújfaluban, Berettyóújfalu határában, Biharban még ez az első ilyen beruházás. Szűcs Norbert projektvezető szavaiból kiderült, a 30 éve indult hajdúszoboszlói családi vállalkozás egy újabb területen végez beruházásokat, ez a megújuló energia. Egy saját telephelyük napkollektoros fejlesztése után döntöttek a naperőmű megépítése mellett, melyet a jövőben fejleszteni is szeretnének. Ez egy 495 kW-os naperőmű, tehát ez a csúcs teljesítménye. Ugyan több hasonló 495-498, éppen 500 kW alatti erőmű van már Magyarországon, de a napelem teljesítményben talán ez a legnagyobb, 592 kW-nyi napelem van telepítve. Ennek abban van jelentősége, hogy ugyan 495 kW-tól nem fog nagyobb teljesítménnyel üzemelni, de éves szinten több energiát fog termelni. Ez 680 MWh energia. Ez 240 magyar átlagos háztartásnak az éves energiaigényét tudja fedezni. Ha átszámoljuk még esetleg arra, hogy egy dízel személyautóval hány kilométert tudunk megtenni, akkor 22-szer körbe kerülhetjük vele a földet. Ezt az energiát a E.ON-nak a hálózatán keresztül juttatjuk el a fogyasztókhoz, de tőlünk ezt közvetlenül a Magyar Villamos Irányító vásárolja meg. A Berettyóújfalu térsége az egyik legjobb, legkedvezőbb éghajlati viszonyokkal rendelkezik a napenergia hasznosításhoz. Tehát ezért, amikor elkezdtünk keresni földterületet, akkor egyrészt szem előtt tartottuk ezt, hogy közel legyen Hajdúszoboszlóhoz, másrészt tehát igen fontos volt az is, hogy az éves termelés minél magasabb legyen, és ez a régió biztosítja ezt. Maga a beruházás az 2013-ba kezdődött tervezéssel, tehát nagyjából egy év ment rá arra, hogy minden engedélyt beszerezzünk, minden terv elkészüljön, és 2014 elején kezdődött maga ténylegesen az építkezés, és gyakorlatilag itt 2014 nyarára már az erőmű az készen volt, papírokra és engedélyekre kellett ismét várni egy, hát majdnem fél évet, hogy utána be tudjuk kapcsolni, tehát üzemkész legyen a erőmű, elkezdődhessen a próbaüzem, és ma pedig, hogy át is adhassuk. A kivitelezési munkák során összesen 2277 darab napelem modul telepítettek az erőmű területére, így összesen 495 kW teljesítményre képes az első blokk, ugyanis fejleszteni is szeretne a beruházó. Az elképzelések szerint az erőművet a jövőben 1,8 MW-os kapacitásig fejleszteni tovább a cég.